Hanek. Nagy. Nem tudták megszelidíteni a hazaiak. Okoronkó. Bajzát kérné, megy is a labdára Vitrédi, és vezet a Pécs 1-0-ra. A 21. percben, a második félidőben hosszú oldalon Vitrédit senki nem követte le. Szabadrúgást kihagyta, fölé lőtte, ez viszont a hosszú oldalon behelyezte a kapuba. Diósgyőr, Pécs 0-1. De hogy egyáltalán ebből támadás alakult ki, hát az egy külön tanulmány, hogy mit művelt a diósgyőri védelem a labdával. Egyszerűen képtelenek voltak lekezelni, ebből alakulhatott ki aztán ez az akció. Okoronkó belőtte Bajzát, nem talált el, jött viszont Vitrédi. Vági nagyon lemaradva, csak a kapus természetesen nem ér át a rövidre. Kis szövletre figyelnek a pécsiek. Eszkezezés volt, Grumics kézzel ért hozzá, 11-es. Lehet, hogy még ki is áll Grumics, nem csak sárgát kap. Lukenyeri 1-1. A mérkőzés utolsó perceiben büntetőből egyenlít át a Diósgyőr. A gólszerző pedig Luke.